Gyülekeznek a Pinyédi erdő játszóterén a harmadik pinkfutás résztvevői. Az októberi hosszú hétvégére rózsaszín futást, sétát szervezett az Esély a gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete. Ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a merrák szűrés fontosságára, valamint adományokat gyűjtöttek az alapítvány számára. Láttuk azt, hogy a futóeseményeket sok esetben úgy hirdetik meg, hogy virtuális esemény, ami azt jelenti, hogy bárhol a világról, bármikor lehet csatlakozni a rendezvényhez, és ilyen módon lehet ugyanúgy támogatni mind az eseményt, mind pedig magát az egyesületet is. Ebben az esetben, ahogy már a tegnapi nap során részt vettek emberek, és feltöltötték fotójukat a közösségi médiában, látjuk azt, hogy a világ több tájáról csatlakoztak hozzánk, nem csak Magyarország különböző városaiból, hanem ugyanígy Írországból, Dublinból és még Amerikából is. A hűvös idő ellenére szép számmal érkeztek a sportolók, mintegy 20 fős csapat gyűlt össze szombaton délelőtt. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy hosszú sportteljesítményt mutassunk, hanem inkább az, hogy egy közösségben együtt menjünk sportolni. Korábban csak futás volt a programunk, de ezt kiegészítettük sétával, hogy az idősebb korosztály is, aki esetleg nem tud futni, az is bekapcsolódhasson ilyen módon ebbe a rendezvénybe. Az öltözékünkön, ahogy látszik, törekszünk arra, hogy rózsaszínbe fussunk. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy a merrák elleni küzdelemnek a színe a rózsaszín, és ezt szeretnénk megmutatni az öltözékünkben. Amiket elkezdünk, lent a lábadat fogod használni, úgyhogy a bokáidat melegítsd be. Hogyha ilyen négyesekbe gondolkodunk, akkor négy kifelé, négy befelé, másik oldal. Kezdetét is vette a bemelegítés. A rózsaszín futással ösztönöznék az embereket, hogy az októberi hosszú hétvégén fussanak legalább 5 kilométert, vagy sétáljanak 3 kilométert, bárhol a világon, s csatlakozzanak az eseményhez virtuálisan. A közösségi oldalra a futásra hivatkozó szöveggel feltöltött legjobb képekkel el lehet nyerni a közönségdíjat is. Nekem a futás nagyon sokat adott, úgy testileg, mint lelkileg, hatalmas örömforrás, azon kívül különböző célokat érünk el, legyőzzük mindig saját magunkat. Ez az egyik előnye a futásnak, én azt mondom nektek. A másik pedig az, hogy nagyon jó embereket ismertem meg, szenzációs embereket volt szerencsém megismerni, és ez a mai alkalom is nekem erről szól. Együtt vagyok jó emberekkel, jó hangulatban, és kellemes helyen egy kellemes futást viszünk végig. Aztán elrajtolt a mezőny a körülbelül 5 kilométeres távra.